tiszteletet és kedves hallgatóimat! Sajnálom, hogy Berézi szemináriumban ugye kis évszámmal nem tudtak megjelenni, mert az, amit tud elmondani, megkíséreltem és részben szemléltető módon, az nagyon sok vonatkozásban az alapkérdések közé tartozik. Tehát egy korszak, hogy úgy mondjam, történeti rekonstrukcióját próbáltam megmutatni, a források különböző vetületein keresztül, amely történetesen annak a nagy forráskiadvány sorozatomnak a részeként hangzott el, amelynek az első kötete Hunok és kínaiak címmel 2006-ban jelent meg. A szemeszternek a számomra sajnálatosan utolsó alkalmával úgy gondoltam, hogy részben persze rákapcsolódva az eddigiekre azért illő, üdvös és hasznos is talán, hogy végül is hát elmondjam a választ arra, amivel kezdtük az elején, ugye ha visszatudnak emlékezni, és valami halvány reménykedésem van, amivel visszatudnak emlékezni, hogy ugye elmondtam, hogy három tíz is van ugye a magyar őstörzset kapcsán, hivatalos az egyes, a római egyesnek nevezett, a finnugor származás, vándoroltatás elmélet, a kettes, amely a kétahun-avar magyar rokonság kelet népeként Kárpát-medencébe érkező őseinknek a feltevése, és a harmadik, amely a úgynevezett autokton elmélet, tehát hogy a Kárpát-medence mindig ősi magyar föld, úgymond volt, évtizedek óta, ha úgy tetszik, vagy ez különféle változatokban, és ennek a háromnak a fejtegetését kíséreltük meg, amennyire ez a szűkre szabott idő engedte, és amennyire ez a szűkre szabott idő korlátozza, és ezért mondtam a szemináris kapcsáni mondataimat, hogy ott próbáltam, akik azon részt tudtak venni, érzékeltetni, hogy milyen rettenetes picurka szelektív tudunk csak a régészeti vagy az egyéb forrásoknak a felvillantásával ide varázsolni, ahhoz képest, amilyen az egykori élet volt, hiszen arra mutattam be példákat, hogy annak a feltámasztása kellene, hogy is kell, hogy a célunk legyen, de hát egyelőre csak a nagy keretek vándorlásában veszünk részt, tehát ezt úgy képzeljék el, hogy van egy hatalmas nagy bükkfarünk, amelyből egy gyönyörű szobrot kéne, az a magyar őstörténet szobra volna kifaragni, de egyelőre csak a hántolásnál vagyunk, a külső a vártunk alatt a külső formának az elnagyolt vonásait próbáljuk. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy helyén való, mint mondottam, hogy a mai tudásunk szerinti magyar őstörténetnek a vázlatát legalább 17 óra egy bezárólag valahogyan elmondja, ahogy azt én látom, ami természetesen egyáltalán nincs olyan jellege ennek a kijelentésemnek, hogy ez volna az igazság. Ugye azt megközelíthetetlen, illetve elérhetetlen, megközelíthető elméletileg, mint ahogy nincs tulajdonképpen igazságszolgáltatás sem, nem csak nálunk, hanem sehol se. Sőt, ha valami nincs, az aztán végképp nincs. Miután ugye itt legfeljebb jogszolgáltatásról lehet esetleg beszélni annak, akinek már úgy értem, hogy a bűnözők jogszolgáltatásáról, de hát úgy így a történetben is igazság csak egy van. Hogy azt meg tudjuk-e közelíteni, hát az egy nagyon nagy kérdés.
részben megpróbálom ugye folytatni is ezt a megtett, mert ne is kapcsolatnánk a villanyokat, ezt a kérdéskört, ugye, amely ilyen, azért, nem azért nyitott meg, hogy görög válság van ezzel a képvel, megjegyzem, ez nem semmi a görög, ha már úgy utánozgazák, mondjuk ki a témákat, hogy volna egy nagy dobásunk, hogyha a görögök legalább Achilleus nyomdokán járnának, nincs rá nyomunk, hát utalás, hogy ezt tennék, hogy Karakán gyerekek lesznek és kiugrana. Ez óriási volna. Persze mi távol vagyunk attól, mi a sapor ügyek agán a szeminaristáknak mondom, vezető típusú vezetőkkel rendelkezünk jelen pillanatban is. Tehát nem volna semmi, hogyha ők tényleg hát nem csak fenyegetőznének, nem fogják megtenni egyébként, mert ugye a nemzetközi nagykövet ezt semmi nem engedi, hogy az ő érdekeik sérüljenek, és ők azt sajnálnak. De minden esetre most nem azért vetítem ezt, hanem azért, mert ugye ott hagyjuk abba a kérdés megközelítését, hogy amikor taglaltuk azokat az érveket, amelyek a földrajzilag kétségtelenül és történeti földrajzilag is kétségtelenül zárt és egységes és Európa szempontjából megközelítően sem más területtel össze nem vethető Kárpát-medencéről beszélünk, a maga 340 ezer négyzetkilométeres térségének az egységével, gazdagságával, adottságaival, a hihetetlen előnyeivel, akkor ugye láttuk azt, hogy nagyon sok év szólna amellett, a történeti, későbbi történeti érvekre is, ha visszatudunk gondolni, hogy a mi őseinknek, rokonainknak tartott népek, a szkíták, a hunok, az avarok, a magyarok, miért csak eddig jöttek ugye az eurázsiai óriási térségek birodalmának legnyugatibb állomásai, miért volt az, hogy a világ, az akkori világot kétvárra fektető hun, avar, magyar haderő mindig visszatért a Kárpát-medencébe, eltérően az araboktól, eltérően a vikingektől, eltérően a egy kódító típusú népektől, soha nem legyőzött mindenki, de mindig visszajött a Kárpát-medencébe. Tehát ennek a szakralitásnak a tényét kétségbe vonni, akinek pirinkú józan esze már pedig eddig nagyon feltételezhetünk újkor egymáshoz, hogy van, ezt nem vonhatja kétségbe. Tehát mégis van egy nagyon súlyos probléma, amelynek a illusztrálására varázsoltam ide az Akropóliszt, mégpedig lent az, hát már hogy egy csomó mást ugye, már megtettünk a múlt alkalommal, hogy ugyanakkor ez a térség az, amely minden pozitív adottsága mellett egy őrületes hiánnyal bír, és ez az őrületes hiány az, hogy az egyetemes magas kultúrának az épített emlékei hiányoznak a Kárpát-medencében. Erre tulajdonképpen nem tudjuk az igazi magyarázatot, megbeszéltük ugye azt, hogy ennek talán az a lehet a magyarázata, hogy nem azt az anyagot használták, amely az úgynevezett időtálom, ma már tudjuk azt, hogy ugye tudják, hogy főleg az amerikai turizmusnak a hihetetlen hömbölygő csűrhe néptömege következtében a hihetetlenül megrongálódott az Akropolisz, nem tudom, vagy aki járt ott, azt láthatta, hogy lukacsosak a mészkő tömbökből épített építmények 70-75%-ban. Úgyhogy ez a iszonyú szén-dioxid és egyéb fertőzések következtében. Tehát ez csak azért, mint hogy azt sem mondta, hogy ez örökálló a kő, mert ők azt hitték, és tényleg úgy tűnt, hogy ez örökálló, de nem az. Na most itt a most ez nem számomra másodlagos persze, és tessék meg mondani a következő során. Tehát ugye akkor, amikor olyan népekkel is szembesítenünk kell a Kárpát-medencében,
például vettünk egy pillantást, akkor megint egy teljesen megdöbbentő helyzetre állunk szembe. Egész Európának a nyugati felétől csak a Kárpát-medence az, ahol a kerták óriási mértékben megtelepedtek, majd innen délre és Görögország felé, egészen ugye a mai törökországi területekig jutva, és ez a nép, amelynek az európai, nyomja meg tovább, ez a hatalmi történelmi szőt származik egyébként, tehát amely ugye itt egy kérdéses két vetített fel a német kollégák könyveiből, ugye itt látjuk a galatákat, ezek a hikertáink, ugye a tetviskok, a mennétek, az illírek, a dákok, az hiták és a germánok, van itt a törk, mert így van, ugye itt a Krisztus születése, nek a harmadik, negyedik századi állapot, tehát Krisztus születése előtti időknek az állapotát mutatja ez a térkép. Tehát ennek a rendkívül kultúra teremtő, magasan civilizált, de rendkívül kultúra teremtő népnek sincsenek épített emlékei. Menjünk tovább, hogy még egy térképet nézzük meg, és kérdezzük be, ugye, és ha visszatekintünk ennek ezt megelőző állapotra, tehát amikor az utolsó, még a történetileg azonosítható népességnek a népességeknek az időszaka előttre megyünk, tehát az úgynevezett őskori kultúrákra, ugye ezek a koravaskori Hallstatt, osztrák faluból elnevezett Hallstatt kultúrának ugye a területét mutatja ez, ezek a színes hát foltok, amelyek ugye tulajdonképpen a keltákat régészeti tolvaj nyelven késő vaskornak, vagy egy svájci faluról latin kultúrának nevezünk, a odáig terjedő vaskori kultúrát, ugye emlékeznek őskőkor, átmeneti kőkor, újabb kőkor, részkor, bronzkor, korai vaskor, vaskor, késő vaskor, és majd jön a római kortól kezdve az úgynevezett történetileg etnikumhoz köthető országok, tehát láthatjuk, hogy itt is ezek a folt, különféle színű foltok az etruszkok kivételével nem tudnak más nevet viselni, mint a kultúrának a régészeti tolvaj nyelvét, mert gőzünk nincs arról, hogy ezek kik voltak tulajdonképpen. Ezek a hallstatti kultúra, vagy akár menjünk tovább, és ezen túlmenni, ahogy gőzünk nincs erről, itt most ugye a visszatérünk a keltákhoz, akik tudván tudjuk, és mindenféle forrásból, főleg a kisebb részben görög nyelvű, nagyon részben római nyelvű, így gondoljanak csak a legendás Julius Cézárra, ugye aki ne találtál oda, sűjjel, hogy Julius Cézár művei magyar fordításban mindegyik műve elérhető, olvassa, ugye töménytelen adatot tudhat meg a keltákról, olyas formán, mint amit a szeminaristáknak ugye bemutattam, a kínai források és a türkök húnokkal kapcsolatos leírásaiban, és ő is, és az írott források is azt mutatják, hogy noha ismerték, itt egy nagyon sajátságos dologról van szó, mint arról, hogy a kelták a keleti testvéreink rokonainak a mintájára a halottaikat halmokra temették, íme itt az egyik a szerkezeti rajza, mégpedig lehet olyan módon, hogy ugyanúgy, ahogy majd látni fogjuk, később, hát ha látjuk egyáltalán, de talán picit majd megkérdem annak idején, hogyha nem lenne elég ez a 63 perc, ami most még van, hogy befejezzük ki, hogy fa szerkezetes, ugye a központi, a halom sírnak, ugye a középső sírján egy úgynevezett gerenda bázi, a sír áll, és ez azért fontos dolog, hogy ezt említsük, mert ezt ők valahonnan tanulták méghozzá, nem is olyan nagy találnak honnan, azt kintet unoktól tanulták, akik minden sírjukat gerenda boromaházból rakták össze. Na most mivel a szeretett mesterem László úr, a professzor úr ugye tanította meg velünk, hogy a temető az az élőknek ugye a fordítottja, tehát a halott háza, a halott világa, a halott falu,
tehát nagy és igen nagy történeti kérdésnek és titoknak a nyitjához vezető kis szűkösvényecske lehetne, hogy talán azért nincs akropoliszunk, azért nincs Knossoszi palotánk, azért nincs, hát visszamehetni Egyiptomon át a mezopotámiai térségeken, át Szírián keresztül Iránon át Kínáig, Indiáig, mert a felhasznált építőanyag az eurázsiai sztyeppe hatalmi népességeinél, az kitáknál, hunoknál, avaroknál, kazároknál, besenyőknél, kunoknál, magyaroknál nem abból az építőanyag fajtából készül, amely dacolt volna az idők, az évszázadok, évezrednek, évtizedek múlásával, és ezt feltehetően menjünk a nyomjuk meg, feltehetően fa lehetett. Most ezt tudjuk megnézni, így készítették el, ez egy kert a fejedelemnek a sírja. Megint nagyon különös, hogy a keleti világnak, a szkíta világnak a kocsiából eltemette ugye a kert a vezér, tehát a négykerekű kocsival az már egy más kérdés, ez persze külön tudják a korba illeszkedik, hogy a mellékletű adott tárgyak 90%-a római. Tehát római edények, római eszközök, római fegyverek vannak benne, hát állandóan egymással küzdöttek ugye a római birodalom és a kelta gallok, hát a haldokló gallusra gondoljanak ugye, vagy a többi hírességre. Tehát az adott kornak a jellemzés, ezért szoktam mondani mindig nyomatékkal, hogy kérem szépen az, hogy milyen tárgyak vannak egy-egy temetkezésben, vagy egy településen, az tulajdonképpen semmit nem mond etnikai, őstörténeti, genetikai, etnikai szempontból, hiszen sem a viselet, sem a fegyverzet, sem az ékszerek nem etnikumi jelzők. Az csak azt tud, arra mutat, hogy melyik korszakból származik, amikor éppen az volt a divatunk, éppen az volt a kereskedelmi árunk, amikor a Krisztus előtti másik században ez, a Krisztus utáni 10. században mondjuk álmos árkat idején, meg már. Menjünk tovább. És egy pillanat, vannak ott kürtök, az majdnem úgy néz ki, mint a jászkő. Hát az is valami... Azok nem kürtök, természetesen ritonok, nagyon helyesen vette észre, ezek abszolút szkinta ritonok, tehát amelyeket a pártusok révén hoztak be tulajdonképpen az európai kelta és a kis-ázsiai kelta gal civilizációval, az igen, ezek ritonok, amelyek ugye az én véleményem szerint, ha már ezt föltette, és örülök neki, hogy ilyen értelemben tetszik ugye gondolkodni, helyén való, hogy én a Lehel kürtnek nevezettet is, a magyar alapítás vérszerződési ivó kürtének tartom. Tehát itt szó nincs arról, hogy itt ugye Lehel vezérnek a trombitájáról volna szó, amit bizánci cirkuszban használtak is, és ugye mivel olyan bukók voltak az ősapáik, hogy nem tudtak maguknak egy rendes trombitát csinálni, ezért a bizánci hippodrómokból ugye elhozták ezt az elefántsor csodálatos darabot, amely egyébként önmagában is, hát majd egyszer lesz rá idő, megmutatom. Tehát én ezt az úgynevezett jászberényi Lehel kürtnek mondottat én a magyar nép születésének, a magyar nemzet születésének, a vérszerződésnek a szent tárgyának tekintem, amelyből a hét törzsnek, a vérszerződése szövetségével mi nemzetünk, népünk megszületett. Tehát ez csak úgy adalékként, menjünk tovább. Tehát, és én meg itt most mutatok, menjünk tovább egymás után, hogy azok az eszközök, amelyek ezek százszázalékosan római készítmények, még azt is tudjuk, hogy melyik műhelybe készült, melyik római műhelybe. Íme itt vannak, tessék megnézni, üvegből is megvannak a ritonok, amelyek természetesen, tehát ezek abszolút rómaiak, ez az üveg is római, de a kelták a szkíta ízlésnek megfelelően parancsolták, már csak ugráltam maga elé, bocsánat, hát igen, ez nem tudtam ezt átadni. Tehát itt van, tessék, ez is abszolút a keleti divatnak ugye a megtestesítője, amikor ugye a nem bornyákat a kelták, mivel ugye ők eredetileg nem lovas nép,
csak később váltak hozzá, nem hordják a magas szárú lovagoláshoz szokott lábbeliket, ha úgy tetszik csizmát, de a díszítményeiket teljesen menjünk tovább átveszik a keleti díszítésekkel, és ennek a révén meg is kísérelhetjük, hogy a szerencsésebben az alpesi zónában megmaradt szerves anyagok, ez egy ilyen stílnek a maradványa, révén menjünk tovább, hogy megpróbáljuk ugye a rekonstruálni, hogy nézhettek ki, akkor ez ugyanaz az eset, mint amit a kínai források kapcsán, a tülkökkel kapcsolatosan próbáltam felidézni, hogy akkor ér valamit a mi tevékenységünk, az ősi múltat illetően, ha a soha meg nem ismételhető egyet, mert mindannyian azok vagyunk, mindenki a maga formájában, nemében, annyi adottságában egy megismételhetetlen, ilyen értelemben szent egyet, akinek a létenek a rekonstrukciója szinte megoldhatatlan feladat, de törekednünk kell rá, küllemben is, és hát amennyire lehet a források hámozgatásával, böngészkedésével, lelkileg is. Hát a külső az még csak jobban sikerülhet, itt egy kert a családnak az öltözékét próbáltuk, ugye próbálták a kollégák, mert ebbe így nem vettem részt, rekonstruálni és bemutatni, hogy körülbelül így öltözködtettek, Krisztus születése előtti első és Krisztus születése utáni első-második század közötti időben, tehát jó 2200 évvel ezelőtti kelt a családnak menni tovább a viseletéről. Most ugye, és hát itt azokat a harcosokat próbálja itt megmutatni a jobb oldali kép, a másik ugye a feleséget, vagy a párját, úgy tetszik, akik hihetetlen katonai erőt jelentettek, hiszen a romaiakkal is dacolva őket nagyon sokszor megverve, lejutva ugye egészen a kisázsiai térségek, a mai anatóliai térségek, viszont van egy különlegesség, éppen olyan rejtély, amelyre én mindig el szoktam mondani böcsületesen, hogy amire és nem tud választ adni, én úgy gondolom, ez nem szégyen ránk nézve, hanem inkább talán ösztönző, hogy mindig megmondjuk, hogy ezt nem tudjuk, ezt nem tud válaszolni. Ugyanúgy, ahogy megmondtam, hogy nem tud válaszolni arra, hogy a Kárpát-medencében, amelynek a mérsékelt égkövi éghajlata rendkívül kedvező a földi maradványaink, a csontjaink már, hogyha nem égetik, hamvasztják a holttestetnek a megőrzésére, egyedül a Krisztus születése körüli időkből itt a Kárpát-medencében is lakó szarmata népességnek a csontanyaga minősítetetlenül gyönge. Tehát gyakorlatilag elpusztulnak a szarmata csontváros temetkezéseink vannak. Szinte találunk olyan helyzetet, aki antropológiailag vizsgálható. Talán a genetika fog segíteni, mert arra a DNS vizsgálatokra azért alkalmassá lehet tenni őket. Ugyanígy nem tudunk válaszolni arra a kérdésre, hogy ez a hihetetlen harcias nép, amely ugye egy Cézárt is legyőzte kétszer. Tehát, hogy ez miért nem tudott államot létrehozni, mert a keltáknak soha nem volt állam. Tehát olyan hatalmi szervezet, amely tulajdonképpen szinte példátlanul egyedülállóan, mondhatjuk, hogy nem volt, menjünk tovább. Tehát ezt erre sem tudunk választ adni. És természetesen, amikor most visszazökkenünk, mert ugye ezek is a Kárpát-medence, illetve a Bécsi-medence térségéből származó felvételek voltak, most visszatérünk ugye a Kárpát-medence kellős közepére, ez ugye Aquinumra mindenki ráismer, hogy itt Aquinumnak a helyreállított maradványairól van szó. Ezt azért vetítem csak ide fel, hogy amikor az Akropóliszal indultunk, ugye nyilvánvaló, hogy arról szó nem lehet, hogy itt nincs építőanyag. Hiszen a római emlékek tömkelege bizonyítja, hogy töménytelen építőanyag volt. Tehát a rejtély továbbra is az
azért titokzatos marad, hogy vajon miért volt annyira természetes a keltakorból is számítva a rómaiaknak a maradandó kőépítkezés mindenféle formájába, az amfiteátrumtól kezdve a színházon keresztül, a lakóházakon át, a fürdőkön keresztül, minden ugyanúgy építettek meg, mint az ibériai, a hispániai félszigetet, mint ahogy az itáliai félszigetet, mint a Görögország területén, mint a Kis-Ázsiai, ami klasszikus görög és római birodalmi terület volt, menjünk tovább, és miért szűnik ezt meg, ez is ugye aktivizmus, menjünk tovább, és miért szűnik ezt meg, szinte varázsütésre akkor, amikor az eurázsiai 55 millió négyzetkilométeres hatalmas eurázsiai térségünkből megindul ugye a kínai nagyfal húzódik ugye itt, megindul ez a piros a Sejemút, ugye a legendás Sejemút, megindul ez a keleti lovasnépek, vagy az ífeszítő népek, ahogy szoktuk mondani, a hatalmi időszaka, a Krisztus születése előtti első évezred, első harmadának attól kezdődően, Krisztus születése utáni, hát ezerig tartó idő, amely tulajdonképpen koromban két évezred, és ez a két évezred az kíta, hun, avar, magyar népeknek fénykora. Ezt vitatlan, és ez a menjünk tovább közben, és ennek a kapcsán jön a és itt lassan térnék rá, ugye majd a megígért nagyon vázlatos, de összegzésre is, hogy ennek a váltásnak, ennek a kétségtelenül az előzőekhez most ne csak azt a pár képre gondoljanak, hanem amit korábban mutogattam, visszamenőleg egészen az úgynevezett magas kultúráknak csak imitam a felvillantott példájáit, hogy ez a váltás ugye nem volt nehéz, és ma sem nehéz úgy beállítani az embereknek, nekünk, önöknek, mindannyiunknak, hogy itt egy hatalmas visszaesésről van szó, ez a barbár dugó, akit itt tetszett látni, ez egy aranymasz, ez az Észak-Nyugat-Kína most alakuló, Észak-Nyugat-Kínai területről származó egyik hun előkelőnek, kisfejedelmű, most lehet mondani, a nyugati birodalom egyik vezető személyiségéről, önnek a sírjából való, a halottak az arcára volt ez ráborítva, de ugye ez a vak nézet nem véletlen, hogy a nyugati múzeumok kiállítóhelye, amik nem tudnak kitérni, hogy tényleg a lenyűgöző és páratlan szkíta kincseket, kunkori kincseket, vagy a Kárpát-medencei, Nagyszent Miklós, stb. Avar világ kincseit bemutassák, természetesen a katalógus címlapjára ezt teszik természetesen. Úgyhogy menjünk tovább, amelyel ugye már eleve, ez is egy aranymasz, ez már az Ordosz vidékéről származik, ugyancsak egy késő hun időszakból származik, amelyel ugye azt akarják érzékeltetni, hogy az utolsó nagy esélye ugye Európának, amely a római birodalom volt, ennek a szörnyű, bunkó, barbár hordának a hát förtelme következtében ugye tönkrement, és következett a sötét korszak, feledve, hogy a középkornak a korai századait nevezték ugye sötét évszázadoknak, menjünk tovább, és itt ugye nekünk két dologra kell ugye választ adnunk, én úgy gondolom a záróként, hogy most már világossá váljon, mielőtt tovább lépnénk, hogy én azt gondolom, hogy és ezt egy mankónak számom, egyáltalán nem úgy vegyék, hogy itt most ugye én azt hirdettem volna, hogy úgy, mint a győri ítélőtáv, a pompázat, a bírója, ami a gyilkoló cigányokat lassan a
Tehát ne így vegyék, hogy én ilyen értelemben szólnék most erről a feltevésű nomatika hangsúlyozom, hogy az őstörténetben és egyáltalán a történelemben csak feltevésekről beszélhetünk, akiben van tisztesség vagy egy minimális becsület, az ezt világossá is teszi, hiszen nem áll rendelkezésünkre a DNS, majd talán kibontakozva egy hatalmas időszak után talán ezt enyhíti, vagy erősen módosítja, de ma még nem vagyunk már abban a helyzetben. Tehát amit én most itt felvázolok, az én kutatói meggyőződésem, de egyáltalán nem igazsághirdető megfelelőzhetetlen kijelentések ezek. Tehát én azt gondolom, hogy a magyar őstörténet kulcskérdése az talán úgy oldható meg, hogy az előbb említett eurázsiai térségnek a keleti, tehát a kínai térségtől, Kínától, Koreától, a hajdani Korea egy nagy jelentős királyság volt egyébként, messze nem azonnal tévesztendő össze a Vörös Korea problémájával. Tehát onnantól számítva, ott a térségtől egészen a Kárpát-medencét magában foglaló, tehát a Bécsi medencék terjedő térségnek a népessége, területe és népessége a Krisztus születése előtti első évezredtől számítva egy olyan történeti tájegységként fogható fel, vagy fogandó fel, ez az én legalábbis mostani kutatói álláspontom, amelynek a benépesülése, ugye ennek a térségnek a benépesülése több szakaszban zajlott le. Én itt úgy gondolom, hogy eltúlzott és túlhajtott ez a Kárpát-medence ősi magyar földkénti elmélete, amely tehát azt sugallja, ez nagyon sok képviselője van, főleg az autodidakta személye részéről. Itt különféle nevek tucatját lehetne felsorolni, amit én most nem teszek meg, mindenki tudna a maga irodalom ismereteiből neveket mondani. Tehát én azt gondolom, hogy ez az úgynevezett harmadik, tehát a római 1-2 és a római 3-mal jelzett elmélet közül a római 3-as, tehát hogy mindig a Kárpát-medence volt a mi területünk, ezt ebben a formában semmiképp sem tartható fenn, mert az mindaz a kulturális és civilizációs hagyaték, írott források és tárgyi emlékanyag vonatkozásában és antropológiai embertlen vonatkozásban, amely a Kárpát-medencei vonatkozó időszak emberei, kultúráit és az őket körülbelül civilizációs környezet illeti, ennek tökéletesen ellentmond. Tehát mind az itt a világtól kezdődően, mind a hétköznapi élet, a viselet, a fegyverzet, a harcmód, vagy gondoljanak csak a lovas életmódra, az íjra, a hadviselés formáira, a fegyverzetekre, a viseletekre, ezek mind közvetlen édes testvérei a keleti, a távol-keleti kultúráknak, és egy olyan egységet képeznek, amely a kínai nagyfaltól tulajdonképpen a Pécsi medencéig követhető. Most ennek a megtámadása olyan módon történt nagyon hosszú időn keresztül, és ma is az akadémia irányzat egyik fő veszélyparipája az ezzel kapcsolatosan, hogy embertanilag ez lehetetlen, mert hiszen nyilvánvaló, hogy Európa népessége európai emberekből áll, és ez a távol-kelettől ugye a Bécsi-medencéig, a Kárpát-medence egészét beleértve térségnek az ember anyaga is akkor a keleti ember fajtát, a keleti haszt, tehát a mongolai keleti haszt kellene, hogy képviselje, és mivel nem ezt képviseli, menjünk tovább,
nem ezt képviseli, ezért tehát már eleve ki kell zárni azt a lehetőséget, hogy itt egy keleti népességnek a feltételezése megtörténhetne. És ezt a két dologgal próbálták alátámasztani, amely nagyon sok ideig igen komoly sikert jelentett, sőt odáig ment, hogy amikor a németek nem véletlenül, hogy mielőtt kitalálták vagy majdnem azzal egyidejűleg szinte a német történeti iskola, amikor egyáltalán a történelem ugye tudománnyá kezdett válni, a 18. század végéről van szó, amikor ugye megtámadták a német történelmi iskola képviselői a magyarság krónikás és nemzeti hagyományait, kimondva, hogy nekünk soha semmi közünk a nagy világveri Attilához és a hunokhoz nem volt, hiszen ugye mi a lapoknak, az észeknek, a bogolyoknak, az osztjákoknak vagyunk a közvetlen rokonai és leszármazottai, és ezért egyszer és mindenkorra mondjunk le ezekről a nagyszorú hagyományainkról, amelyek minket ugye a nagy hunoknak a birodalmához kötnek. Majdnem ezzel egy időben történt meg az a támadás, amely a még ősibb és a szkíták, a hunokat is ugye befolyásoló szkíta világ ellen indítottak, nem véletlenül ugyancsak németek természetesen, mert amikor napvilágra kerültek a Fekete-tenger mellett, ez a Fekete-tenger melletti híres világhírű Kulobának a szkíta királysírnak a épített sírkamrájának a metszet rajza, és akkor, amikor ezek a Fekete-tenger északi oldalán egyre másra a krimi háború idejének az előtti születő korszakában vagyunk, a 19. század első éveiben, 1816-1822 és egészen 1850-es évekig, amikor ténylegesen kitört a krimi háború, a rendkívül nagy hadi munkálatok következtében ezeket az óriási sírhalmokat földnyelés és erődépítés céljából elkezdték elhordani, és egyik szkíta királysi került elő a másik után töménytelen arany melléklettel, amelyek bámulatba ejtették a világot. Maga Puskin is leutazott Szentpéterváról, meg ide Kulobába megnézni az előkerült sírónak a csodálatos aranyait, amelynek egy nagy részét ellopták a feltárások, katonák vezették ezeket a feltárásokat. Érdekes módon, hogy azóta is megmaradt, hogy katonák is orvosok szenvedélyes régészek kiválnak, sokkal szenvedélyesebb neki, mint gyógyító, és vagy egyéb. Úgyhogy itt is sajnos igazi szakértelem nélkül történtek ezek a feltárások, amely menjünk tovább a képtel, és ugye ezek, amikor előkerültek, ugye ebből az épített sírból származó híres egyik szolohának nevezik ezt a másik sírt, a szolohai aranyfésűnek látjuk itt a kinagyított felső részét. Az a lényege most ennek, hogy az arcokat nézve, ugye klasszikus eurofidot, menjünk tovább, klasszikus eurofidot és az épített tessék megnézni, ugye kint a ruhában, pontosan olyan, mint a Noyon-Di Hun fejedelem ruhájával kapcsolatban mutattam, pontosan ugyanaz a köttös, ugyanaz a nadrág, ugyanaz a hajviselet, szakálviselet, de klasszikus európai arc. És ebből azt hozták ki, azt sütötték ki, hogy nyilvánvaló, hogy ez a nép, amelynek ugye minden porcikája, ez a híres, ez a Kulóba viszont, a kulóbai elektronváza, amely természetesen mindenkinek a könyöké jön ki, hiszen ezt mindenünk ezerszer idézi. Ugye ezen négy jelenet van, a szkíta királyokat, illetőleg fejedelmi személyeket mutatja, rendkívül sokat mondó, itt az úgynevezett sebesült szkítát bekötő, lábán bekötő, kezelő szkítát látjuk a híres Vasinkba,
köntökbe, a reflexíj, az így tartott tegezvetett reflexíjával, a nadrágba, amely a rövidszárú csizmának ugye a szárába van begyűrve, hosszú hajával, szakállal, bajuszával, klasszikus európidot menjünk tovább még, a kulomai vándára még nézve, itt ugye az úgynevezett, a szkíta király, ugye az egyik vezérével beszélget, itt a szkíta király diadémok abroncsa a fejét, és nem elemezve részletesebben, de az nyilvánvaló, hogy itt klasszikus európidokról van szótár, meg még mehetünk tovább, és ez azt mondja, odáig itt a Gaimanova mobilának nevezett, ő ugyancsak aranyjal vastagolt utazott elektron csésze ez is, ahol ezek a szkíta mitológiai alapok, menjünk tovább, mert a mi szempontunk most az a legfőbb mondani valója, hogy ezek a mi szemünkről szokott európai ember típusok, mert menjünk még tovább, ebből van szó, tessék közelről megnézni, és ebből azt is hozták ki, hogy egyértelmű dolog, hogy először ez a népesség, a szkíta népesség a maga mi voltában az európai, európin vonásai következtében semmiképpen nem lehet ennek a 18. században vagyunk még, ne felejtsük el, hogy apartorban, amikor ugye a németek önérzete is végig van sértve, hiszen ez a korszak az, amikor nehogy azt higgyék, hogy ez ilyen, ezt nagyon szeretik a én akadémián hát jelentős posztokat betöltő, megmondó ember kollégáim hangoztatni, hogy ezek ilyen összeesküvés elméletek, amiket ugye mi gyártunk írunkba, de a történelem egyáltalán nem olyan fekete-fehér, mint ahogy ezt sarkítva a céljaik érdekében sunkolják velünk, és eszetik be velünk a sok kolombombát. Tehát az a körülmény, hogy amikor a németek ugye át kellett élnie azt, amikor a mi látszólag semmi köze nincs, amit mondott a szintákot, de még mennyire úgy van, hogy a mi hatik Andrásunk a huszárjaiból bevártatott ugye a orosz királyi palotába, sőt, ugye a nagy királyi evényasztalra fölruttatott a lovával, és ugye kirabolták gyakorlatilag a király kincstárat, és majd az 5000 huszárjával sértetlenül visszatért, és volt olyan ostoba, hogy Mária Teréziának átnyújtott a 18 szekérrel hozott kincsanyagot, ez írtatosan felhívította ugye a németeket, és akkortól került ugye hát hétköznapi témává, hogy ezek a barbárok, gyilkos, bunkó magyarok két dologhoz értenek, a gyilkoláshoz, meg a lovóhoz. Tehát semmi máshoz nem értenek, íme itt a példa, amit most velünk műveltek. Hogy lehetne egy ilyen barbár állatskordának olyan rokonsága, mint a világ csodálatát kiváltó szkíta király sírok. Tehát ekkor indul meg az a folyamat, hogy a klasszikus európai szkíták csak is indult európaiak lehetnek. És ez mindmáig tart, ez nem valóra megy, ez mindmáig tart, az egyetemes kutatás máig is az orosz, a mongol, a kirgiz, a kazak és részben kínai kutatók kivételével minden kőkeményen áll, hogy a szkíta népek iráni, indo-iráni népcsoporthoz tartoztak, genetikailag noha egyetlen vizsgálat sincs, DNS vizsgálat nincs elvégezve, antropológiailag menjünk tovább, és ez azt jelenti, hogy már csak azért sem lehet ezt kétségbe vonni, mert ugye a Fekete-tengernek a partján előkerült anyagok, például itt ez a híres Goritusnak nevezi görögül, amiben ugye a készelék íteges volt, ebben a felhajtott íjat tették ugye vele, és a nyilvesz. Ezt a szkíták voltak egyedül, akik az íjat és a nyilveszét ugyanabban
hatóba, 10%-ig integetve tették. Tehát nem vitás egy percig se, hogy itt klasszikus görög mitológiai képek jelennek meg, sajátságos görög technikával. Tehát minden menjünk a következőkben, minden okunk meg volt arra, hogy íme itt ez a híres szkíta lovas, klasszikus görög ötvös, akkor nem lehet kétségbe vonni, hogy ez görög műhelyben készült, igaz, hogy szkítát ábrázolt, persze európai szkítát ábrázolt, de ahogy ezt a lovat kiképezték, amilyen ötvös, ez úgynevezett domborításos, ugye, úgynevezett trébel aranylemetről van szó, ez klasszikus görög, ez nem vitás, persze. Tehát itt van a megoldás, menjünk tovább, itt van a megoldás, ha ez így van, kérdezőben, akkor azok a szkíták, ezt az orosz kollégák készítették, Darius, amikor megtámadta a szkíta nagykirályokat, akkor az ő hadseregének az egyik közkatonáját, közlovasát rekonstruálták, minden részletet teljesen hiteles, de egy összevont kép, tehát egy csomó lelemből rakták össze, magyar mi is részt vettünk az adatszolgáltatásban, és tehát itt már természetesen nem érvényesül ez az úgynevezett kizárólagos görög hatás. Most mi volt ennek a lényeg? Az, hogy az a magas művészet, menjünk csak tovább, amelyet a különösen még olyan ábrázolásokban is, mint a szarvas, úgy tetszik nekünk magyaroknak a csodaszarvas, amely szintén a Fekete-tenger északi partján lévő sírokból került elő a görög műhelyek révén, hogy ezek azt jelentik, és most ugye kell megfogni a lényegét, hogy a görög gyarmat városok, ugyanis az tudnivaló, ha már Akropolis képpel nyitottunk, hogy szegény görögöknek, hogy úgy mondjam, az egész életük egy borzalom volt, még a világkorúban is. Ugye Görögországban, gondolom, sokan jártak Görögországban, a második hitlen kiállóban, a Kétár felé haladt Vátorolóban, egy deka húza nem terem, egy deka hord nem terem, ott nincs földművelés ilyen értelemben, és régen sem volt. Hát nem véletlen, hogy Homérosz is állandóan arról beszél, ugye, hogy a görögöknek ugye a létérdeke volt, hogy valahonnan a gabonát, az élelmet és az állatokat behozzák. Ennek érdekében megindul a Krisztus születése előtti, egy 7. századtól kezdődően az úgynevezett gyarma városok építése, melynek a legfő célja a Pontus Eusebius, ugye a vendégváró tenger, a Fekete tenger, amelynek a partjain a kezdetén a Bolívia felől kezdve, tulajdonképpen föl egészen a mai Ukrajnához csatolt Krími félszigetet tessék elképzelni most hirtelenségbe, és annak ugye így szembenézve a bal oldalán ott van Olbia, Kersonészosz, Olbia, Pantikapaion, Fanagória. Ezek a görög gyarmatvárosok, amelyek a Krisztus születése előtti 7. illetve 6. században hozták létre a görög telepet. Ez könnyű volt azt mondani, és ezt is mondták természetesen, hogy amikor a görög gyarmatvárosok létrejöttek, akkor világos dolog, hogy az ott barbárkodó, semmit érő szkíta barbárok, ugye, lassan megismerkedtek ugye a magas kultúrát, menjünk tovább, magas kultúrát adó görögökkel, és ővelük a legszebb és legszkítább tárgyakat is a görög műhelyekkel készítették el. Tehát a Krisztus születés előtti 6., 5., 4., 3. századi szkíta kultúra tulajdonképpen egy indoeurópai görög művészetnek egy levetülése, amely azután, menjünk tovább, amely azután eljutott nyugat felé, és eljutott kelet. Tehát fekete tenger elképzeljük, ugye az elég volt közvetlen, az azt jelenti, hogy kelet felé eljutva Közép-Ázsia, tehát a mai Kazasztán, Kirgízia, Mongólia, Észak-Nyugat-Kína felé, nyugat felé a mai Ukrajna, Kárpát-medence,
elképzelése, hiszen ez is, ez a posztranszkájai híres aranyszarvas, amely szkinta, ez hiszen a mi zöld kanopuszta tápió szentmártói aranyszarvasunk szinte egy az egybe ez, csak nincs a testén ez a sok, ez is egy görög szokás különben, ezek a ráapplikált, de szkinta követelésre, mert itt a griff van, kérem, tessék megnézni a szárnyasdítve az oroszlán, vagy a széttagolt végtagokat, ami klasszikus hát, görög, vagy szkinta motívum, de maga, ahogy ezt az egyébként csodálatos kompozíciót végrehajtották, ez nyilvánvalóan a szkinta megrendelő tükrözi, de vitathatatlanul görögök alkották meg. És mivel ez, menjünk tovább, és mivel ez a, nem tudom, hogy tudják-e ilyen értelme követni, ez a megállapítás és ez a hát, kihirdetmény rendkívül súlyosan esett lakba, így a legősibb, a legszkítább, a legkeletibb motívumokat, mint például a szarvas, amit itt látnak ez a közelmúltban, a 20. század utolsó évtizedében az Urál kelet-nyugati oldalán előkerült filipovkai világhírűvé vált burgában került elő, ahol egy késő hunkori halomsírt tártak fel az orosz régészek, amely ki volt rabolva, de a kurgán, a halomsírnak egyik negyedében egy rejtett gödörbe, az oroszul tanyicskának hívják, ebben a tanyicskában 40 szarvas figura volt elrejtve, fából vannak kifaragva, de 23 karátos aranyfóliával vannak beborítva, ezt kezembe is foghattam, 50 centi magasak ezek, bármilyen szépségűek, tessék megnézni, és menjünk a következőre, és ezeket tessék megnézni, vannak egy oldalúak és két oldalúak, ez az egy oldalúak közé tartozik, aminek ugye a hátoldalát mutatom itt be, és menjünk tovább, és kérem szépen ennek alapján ez a tankönyvben harmadik kötetének a címlapján is szerepel, ez is Filipovkáról származik, ugye egy maszkos lónak ugye lovát és lovasát mutatja ez egy fa csapatnak az arany verete volt. Tehát ezeket is ide, annak ellenére, hogy azt már elismerték, ugye, hogy ez már ez a motívum kincs, ez a mintavilág, ez már semmiképpen nem származhat az antik mitológiák világából. Tehát ez úgy tűnt, hogy ez egy leküzdhetetlen ellenér, vagyis hát ér, pontosabban szólva, egy leküzdhetetlen, amely az európai embertípusnak a győzelmét és egyben az antik kultúra legyőzhetetlen elsőbségét igazolja. Hiszen, még egyszer mondom, hogy világos legyen, ugye, ha a Krisztus születése előtti 600-as években, amikor a görög gyarmatvások létrejöttek, től fiatalabbak, mert fiatalabbak, ezek a Fekete-tenger vidéki szkíta emlékek, és ezek klasszikus európidok az ábrázolásukban és a feltárt sírokban is, tehát maga a csontanyag is, akkor nyilvánvaló nak tűnt olyan hatalmas orosz tudósok számára is, mint Rostovszev, aki természetesen nem szabad elfelejteni, hogy az oroszok is indoeurópaiak, tehát semmiben se különböznek a germánoktól, vagy a dunlatinoktól, tehát ugyanaz a társaság, hát őnek is létérdekük, hogy szkítja az övéki legyen. És ezt olyan kőkemény tézissé tetni, hogy cáfolja meg valaki azt, hogy ezek az indoeurópai népek, európai jellege hát keletről is származhat. Ez úgy tűnt, hogy szinte lehetetlen feladat, mindaddig, míg 1971-ben a kínai régiszerűen ezen a borzalmasan kietlen tájon el nem kezdtek kutatni, és ez a táj egyébként, próbáljuk meg hátra tovább megy, ez a táj egyébként
elsivatagosodás, amely ugye az egész távol-keleti történelemnek a meghatározója, de nem csak az így, ezen gondoljunk Mezopotámiára, Egyiptomra, India térségére, Gobi, Kína, Gobi sivatagra, vagy itt erre a területnek ugye a Kizilunk-Karakum sivatagról van szó. Az elsivatagosodás következtében elnéptelenedett, viszont az a rendkívüli időjárási viszony, amely itt kialakult, hogy ez máig is fönnáll, hogy a nappalok 38-42 fok meleg, és az éjszaka -2-5 fok hideg, ez azt jelentette, ez csak az ásatás során derült ki, egy véletlen hozta a felső sírokat felszínre, hogy az ide temetettek akkor, amikor a temetkezéseknek a fő időszaka volt, természetesen még nem ilyen szépségesen, de hasonló ilyen tendenciával volt az ég alatt, ezek az eltemetett egyének, mint ahogy ezt tetszenek látni, tökéletes képségben van. Ez a tárimi világcsoda, ahol több mint 1600 sírt tártak fel, most is folyik a kutatás, Bin Hua nevű főrégész a főirányító, aki világhírű lett azóta, és azóta bejárta a világot ez a csoda, amely a sivatag homokjából úgy kerülnek elő a sírok, mintha tegnap temették volna el. Tehát mint egyszer látni, a haja, a bajusza, a szemöllöke, a kaftánya, a bőre, a kezén, a tetoválás nem a fagy tette, mint a Pazirékba, vagy mint Peruba, vagy mint az öcinél, akit bemutattam ugyancsak ugye az ausztriai öc helységből. Itt a hőség, a sivatagi hőség mennyi tovább tette, és ami most ugye tessék figyelni ezt a atyám fiát, szerintem is, klasszikus, gyönyörű, duranik Európa. A világ szájtátva maradt, mert ez Észak-Nyugat, Kína ma, tehát ugye korábban Ujgúria volt, tehát az ujgúr kaganátus területe, menjünk tovább. Tehát itt jött az első hatalmat, hogy tessék megnézni ezt a hölgyet, ennek ugye maszk van az arcára borítva, de itt az kitapaslik a hölgyön, a fehér ruhája, akár a párizsi szalomból is hozhatta volna, Krisztus születése előtti 7. század. A hajfonata, a cofja, menjünk tovább, tehát itt egy olyan, ez is ugye maszkban van eltemetve, de a ruhája, a kaftánya ugyanazzal a zárózással, mint amit Kaocsú császárnál ugye nehezményezett a császár, hogy miért akarják megváltoztatni. Itt ugyan nem látszik, de ha tovább megyünk egy másik sírra, menjünk tovább, akkor kérlek szépen itt egy kisgyermeket látunk, egy viszonylag 8 éves, 6-8 éves maszkba, azért van ilyen csúf, öreges arca, és a gyapjú sapkája, a gyapjú ruhája, a ruháját ezek a maszkok rá kimezve, tessék menjünk tovább, különbözőről is megnézve, tehát ez nem az ő igazi arca, ez egy agyagmaszk, amit ugye a kis arcára rátettek az eltemetéskor, és így maradt meg ebben az épségben, és akárhogyan számítjuk, ez mostantól számítva 2700 esztendős temetkezés. Menjünk tovább, hogy bizonyítassuk, itt ugye kavics szemeket tettek a kisgyereknek ugye a szemére, most is ugye letörünk a szemét a halottnak, menjünk tovább, és kérem, íme egy hölgy, ezt úgy nevezik, hogy a tárimi hercegnő, hát ez bármelyik hölgyünkkel elmehetne, tehát ez a rekonstrukció, így került elő a voltest, és ebből ezt a rekonstrukciót csinálta az orosz Gerasimov intézet munkatársa. Ma már tudunk ilyeneket csinálni, most csináljuk egyébként Szent László király fejét, majd egyszer arról is mesélek, lehet, hogy éppen diazok verében. Mert csodálatos dolog történt, ugye, hogy a püspökök megengedték végre, hogy a Szent László Hermánból kivegyünk a koponyát, de hát az egy más történet, akkor még annyi időm sem van, mint egy kérdezett. Tehát menjünk tovább, tehát ilyet már tudunk csinálni.
25 éves fiatalember, azt hitt a vaslinba, mintha most halt volna meg. Nézzék meg, még a mosolya is ott van. A ruhája, ott van a haja kérdezében, világos színű, vöröses, szőke haja. Menjünk tovább. És itt még az édesapám könyvben nézett ki, ugye a tulajdonos klasszikus Istenből. Tehát tessék megnézni, ez a kaukázusi Pámir és tulajdonos férfi keverékének egy klasszikus példája. Tehát amikor ezt menjünk tovább, amikor ezt éleszében világosá vált, porrá foszott. Ugye az a hatalmas ér, hogy a hiták nem lehetnek. Ugye az csak indoeurópaiak, hiszen olyan klasszikus európidok, amire nincs példa keleti területen. Itt van Tárin, most már közel 2000 sírral, amelyek a 60-70%-a klasszikus európai. Igaz, hogy egy kb. 18%-a mongolai nyomásokat mutat. Ezek különben a később időből való. Most erre persze még lábjegyzetben hozzáteszem azt, hogy ma, ha kimennek keletre, akkor természetesen csak mongolokat látnak mindenütt. De ez ne tévesztem meg őket majd, ha oda kijutnak, mert tehát abban a pillanatban mihez elhagyják ugye, a Attilaut, tehát a Káspi-tengeren a kicsit lévő várost, borzasztó helyet, onnantól kezdve csak mongolói bukikat látnak minden szempontból, de ez csak Genghis Khan utalani, akik szintén nem voltak egészen apáca tisztelők, tehát minden nők, aki útba esett, az természetesen igyekeztek boldoggá tenni, és ez olyan jól sikerült, hogy tényleg mindenki mongolói, tehát a legelrugottabb fejeken is, ugyanúgy, mint ahogy gyakorlatilag mindenki Mohamedán le, és tehát kiesett, nem tudom, hogy tudták-e ezt a kis Ezer egy éjszaka mesének ezt az epizódját követni, hogy kiesett a legfőbb él a szkítákra vonatkozva, de még mindig itt volt, és itt van, illetve volt, mert ugye természetesen ennek is a kulcsa már kezünkben van, az időrend, ami nagyon fő dolog, hogy a területen két oszlopon áll a tér és az idő. Tehát az idő az egy hatalmas dolog. Hát ha egyszer a 600-as évektől a szkíta tárgyakat a görögök csinálták, akkor a szkíta hatalmas kultúra, az állatábrázoló művészet, a szkíta állatábrázoló művészet, akkor az antik görögség nyilván igaz, világos. Na most, hiány előkerültek egyre más ezek a hihetetlen gazdas sírok. Ez ugye itt az osztálya Mogilának a hölgyét mutatja, színarú tömege, több mint 4000 arany tárgynak a sírjában, ez a hatalmas fegyísze a hölgynek, ez a Ötvöske Sörten tankönyvek közé is tetszik a reprodukcióját, sajnos azt se ismeri, hogy 5-6 év nagyobb tankönyveket. Na, menjünk tovább. Ez a gazdagság, menjünk tovább, azt mondták, hogy azért nem lehet itt ős, saját ősműveltségről beszélni, mert ahogy ez a, mondanom se kell, hogy angolok által készített rajzról van szó, akik ugye az örökké vándorló a Hérodotot szóval veszik az erdős szekereiket, örökké kóborló, nincsenek városaik, nincsenek templomaik, nincsenek istenei, nincs tisztességük, nincs becsületük, nincs semmiük, csak vándorolnak erdős szekereikkel, és óvégatnak, és mindenkit legyilkolnak. Ennek a névnek tulajdonképpen ha ezt egyáltalán névnek lehet nevezni, tehát a kultúra teremtő ereje szóba se jön, menjünk tovább. És ekkor félszében elindult ide, hát ez is elég kies vidék, meg kell mondani, hogy itt dolgoztattam a
akkor még jó erővel voltam a 6 kilós filmfelvevővel a hátamon, ide az altály, ez az altalok és ez az altály, és erre a térségben van azóta úgynevezett stékel a kollégák, hogy a királyok völgye, ez természetesen Egyiptomra haja az, ugye mondanom se kell, és menjünk tovább, ezen a hihetlen tájon egymás mellett sorakoznak ezek a hihetetlen Szalbiknak nevezik ezt a helyet, amit most vettek, kurgánok. Ezt úgy képzeljék el, hogy az egy lovas ember volt, ugye, tehát hogy a méreteket nézve, ez majdnem másfél kilométer körül a kerülete, és mint tetszenek látni, ugye így 22 méter a magasság. Ez mesterségesen van összefogva, gyepkéblából, és menjünk tovább, és ennek a íme a feltárás során, mondanom se kell, hogy ezt a gyönyörű feltárást német kollégák csinálták, Patzinger is Mahler vezetésével, oroszok is ugye részt vettek elsősorban Molodin vezetésével, gyönyörű feltárást végeztek, ugye ezt azért ez az úgynevezett szeleteli módszerrel ugye történt a feltárás. Ezt kérem szépen az oroszok, most már ugye nem nagy büdös Szovjetunió, hanem az orosz föderális köztársaság tuvai tartományáról van szó. Ez, amit még ki tudtak harcolni, hogy elvették a kazakoktól és a mongoloktól, tehát ez Tuvában van, és itt a egymás után sorakozó, de tessék ezt elgondolni, hogy 30-40-es évvel sorakozik ezek a havas hírok, ezért nevezték a király völgyének, amelyeknek sajnos a döntő többsége ki van rakolva. Pont azért, amit az előbb mutattam az osztályom újra, mert zsúfolásig voltak garantáltakkal. Ennek ellenére menjünk tovább, hihetetlen sok olyan adathoz jutottak a kollégák, annak ellenére, hogy sajnos csak romokat találtak, míg nem, kérdezik szépen 2001-ben a korábban megkezdett, már Jóska korábban 1970-es években egy kiváló orosz régész, sajnos már nem jön, Gázanov föltárt a itt Tuvában egy Arzsán nevű helyen, egyes számmal jelölt kurgán, amelyben a központi sírépítmény jelszében fel volt törve, tehát ki volt rabolva, az elhullajtott tárgyak zöme azonban így is igen értékes volt, és most jön a döntő körülmény jelszében, hogy ennek az Arzsán kurgának, amelyet már a legkorszerűbb eszközökkel, ugye a német pénzzel rendelkező expedíció, ugye létrehozták, van Németországban ugye a Német Régészeti Intézet, amely Archaeologisches Institut címmel, és ennek külön van egy filiája, amely közép- és belsőással foglalkozik, ennek az igazgatója ez a Patzinger kollega, aki megnyerte a német kormányt, mi is megpróbáltuk a magyar, két lábbal tudtak ki engemet a Fidesz pokorni miniszterelnökének, ő amikor ugye föl volt nekünk is ajánlva, hogy vegyünk részt ezeken a feltárásokon, egy kicsi hozzájárulást kellett volna adni, Németországban nem kicsi, hanem hatalmas hozzájárulást adtak, ők át is vették az ásatás vezetését, és természetesen mindent, a C14-es vizsgálatot, rekordszerű változatát itt beleértve végezték el, nagyon szépen, tehát le a kalappal, nagyon szépen, és most jön a második számú hidrogénbomba, ugye a szkinta kérdésbe, hogy az Arzsán egy kurgán keltezése, és nem felejtették el, remélem, hogy még az ezer egy éjszaka a mesének ez a több szakasz, ami eljut a tudatunk, hogy el is fáradnak azta, hogy jelentében a keltezés időpontja Krisztus születése előtti 790 lehet. Tetszenek emlékezni? A görög gyarmatvárosokat 600 főhozták létre. Itt 700
1990-ben bekelteződött sírban már minden, az kint a kun állat művészet minden darabja ott van. Tehát 200 évvel korábban. És akkor jött 2001-ben Pátzingereinek az óriás, ugye a régészetben a Fortuna Istenasszonyot szerepét, amikor az Árzsán kettes kullát elkezdték feltárni, a fősírnál döbbenten látták, hogy ki van rabolva, a koronaházba, stb. Nincs benne, csak egy-két arany, hittel, egy-két. És az első Árzsán kurgánban, képzeljék el, 200 felszer számolós lovat temettek el. 200, ennél nagyobb csak a Kaukázus lábánál volt, ahol az úri kurgánban 360, az egy méret. 360 ló volt temettek. No de az a Kaukázus, az a Fekete-tenger közelében van, tehát ott még érvényesült ez a görög kultúra. Na persze a lóat, az már barbár gyilkolás, ugye meg persze a szolgák hada is le volt ugye ölve, ha szabad így mondanom. Na ez már természetesen nem kellett a antik kultúrába, ez már maradt a szkíta kultúra, tehát ez már maradt a szkíta kultúra, és akkor egyszer csak ugye a módszeres feltárás, amit az előbb mutattam, ugye az úgynevezett szelepeli módszeres feltárás, olyan ravaszak voltak az ősök, hogy a fősi, itt a szkíta király, itt a felesége, hogy kérem szépen egy mellékes helyre temették el, amit nem vettek észre a rakó, és a világon először sértetlenül előkerül egy szkíta nagykirály sír, nagykirály pár sírja, 9300 aranytárgyal, és ebből 5700 kiemelkedő aranytár, amelyből a király a férfiúnak a nyakában lévő nyakperec 1,6 kiló súlyú, ez amit itt látnak, és ugye itt a ruháján a flittereknek a mindjárt megmutatom tömege, mellette ez egy olyan 45-50 év körüli férfi és egy 35-30 év körüli hölgy. Tehát itt egy olyan jelenséget akarok régészetileg megmutatni, amely a minden szempontból is számít, hogy nincs meg a megoldása ezeknek a síroknak, ezeknek a temetkezéseknek. Ezeket úgy hívjuk, hogy kollektív temetkezések, de nem tudjuk igazán a hátterét, hogy hogy történhet meg, hogy egy sírgödörbe egyszerre ennyi halottat temetnek el, erre könnyen mondhatnak azt, hogy járvány volt is, és azért történt. De nyilván, hogy valami nagyon más magyarázata van, tehát ebben az esetben is fölmerül, meg ezekben is fölmerül, ugye az, hogy tessék megnézni, összekapaszkodott fél feleség. Tehát egészen megdöbbentő, megható. És itt is ugye zsugorított, úgynevezett méhbeli, vagy arvókulc van. De vannak egyes írók is, tehát szó nincs itt arról, hogy nem tudatosan tette egy sírgödörbe. Hát ugyanez ez az eset van itt az Árzsáni csodával kapcsolatban is, kérdezében, hogy itt a királyné, kérdezében, hát valószínűleg ugyanaz történt, ami régen egészen elterjedt volt, ami Indiában 1850-es évekig él, hogy amikor a férj meghalt, a mágyára az asszony nem kínzással, nem kívülvészével önként fölment, és együtt égett el a férjével, és ez nyilvánvaló valami ilyesminek kell lenni, mert más híroknál is menjünk tovább, megfigyelhető ez a temetkezés, ez a rajza, ugye a sírrajza, ugye itt a király és a királynak ahogy előkerültek, ezt mondom, az egész világon az első sértetlen, teljesen sértetlen, és a németek által csodálatos
itt szépséggel feltárt sír, ez az a Tutankhamon veri ennek a jelentősége, menjünk tovább, nézzünk egy-két tárgyat, tehát íme, ez volt a király sapkájának a tetején ez a csodaszarvas, színarany természetesen, és azért érdekes, mert ez a sír egy kicsivel ugyan fiatalabb, mint a 790-es Árzsáv egy, de idősebb jóval a Fekete-tenger vidékinél, és teljes szépségében itt az Kita Hunálat ábrázoló művészet, menjünk tovább. Itt van a hölgynek, a királynénak a sapkadíszének a megint a szarvasabban kompozíció, ugye? Ez is 120 évvel régebbi, mint a legrégebbi Fekete-tenger vidéki. Tehát megdől, hogy a Fekete-tengertől jutott el ugye a görög kultúra nagyszabású hatása következtében keletre, mert egyértelművé vált, hogy pontosan fordítva történt, a belső ázsiai őshazából, a Szkíta Hun ősvidékről, amely akkor még nem volt sivatag természetesen, jutott el éppen a klímaváltozás következtében nyugat felé, először ugye a Kaukázus vidékére, a Kubán völgyére menjünk tovább, majd onnantól kezdve ezek zománc berakása, azt így gondoljuk el, 7. század eleje, zománc berakásos, ezek a lovacskák, ezek is a sapkán voltak, alul, a király sapkáján, tehát zöld zománc, rekesz zománc, ami a Szent Koronánkon is rajta ugye van, az rekesz zománc. Tehát ezek is, menjünk tovább, ha nézzük meg a ruhát, ezek a kis párducok, 2700 darab kicsi párduc volt a király ruháján, a kaftán. 2700. Ezek öntöttek, a királynén is ugyanilyen párducok voltak, de azok trébeltek, lemezből kalapáltak. Ez megint nagyon fontos körülmény, ugye az avar korra vonatkozóan egy analógia, ugye, hogy mennyit vonatítanak bennünket, hogy a bírfesindások öntötték, a préselt lemezesek azok egy más népet jelentenek. Egy síron belül ugyanaz a technika jelenik meg az egyiknél, jelenik meg a másiknál, ugyanabban az időben haltak meg. Pontosan még azt is ki tudták számítani a németek, hogy a növényi leletek alapján, a különféle fáknak és virágkoroknak az alapján, hogy ez Krisztus születési előtti 619 márciusában temették el őket. Tehát egészen fontos adatokkal rendelkezünk, míg nem a Fázsán egyet, ugye 790 késő őszén, tehát menjünk tovább, és ezáltal kérem szépen, itt nézzük meg a királynak, ugye az Akina készít a tőr, a kardját, tőrét, és ennek ugye a markolata, nézzük meg közelebbről is a markolatot, és tessék megnézni, a klasszikus állatábrázoló művészet egyik legcsodásabb darabja, amely ugye eddig ugye úgy volt elkönyvelve, hogy ez mindez csak a görögöknek köszönhető, az antik kultúrának ugye egy elkorcsosult változata, amely végül is aztán elvergölődött kelet-fel és nyugat-fel, menjünk tovább, és nézzük meg magának a pengének, ugye az úgynevezett inkrusztált pengének a bámulatos szépségű, ugye ez aranyból van szintén, és ugye feketével van inkrusztációval díszítve, tehát természetesen nem harci fegyver, hanem méltósági jelvény volt, menjünk tovább. És kérem szépen, ez a később a hunoknál is annyira fontos áldozati üst, de ez ekkora valójában, és a királynének az övére volt rátapasztva, és hát ez itt jegyezném meg, hogy azokat a képeket már nem osztom el, de így is már túlítom az időt, amelyben a Pacsiriki hercegnőről készült felvételek volnának, ahol amelyről hát ebbe a Magyarnak lenni Büszke Gyönyörűség könyvben részletesen beszámoltam, meg ő csinált a BBC egy nagy filmet is, igaz, hogy egy ilyen commerce film, de azért használható, és ott például ennek a hölgynek, amely ugye Mongólia, azért igaz, Mongóliába esik,
ott volt a hölgynek a Krisztus születése előtti 4. század, ez a kicsit fiatalabb, de azért gondoljuk el, hogy a szemkihúzó ceruza, az ecset, amivel az arcukat szokták, ez mind a Piperedóhoz áll. Tehát mostanattól számított 2500 évvel ezelőtti hölgy, és mindene megmaradt, ruhája, haja, mindene, ugye, és ennek a hölgynek is az övére volt, menjünk tovább, akasztva ez a kis üstöcske. Hát így képzelték el a rekonstrukcióját, íme a király és a királyné életben, lóháton, ahogy ezt az orosz kollégát, ott van a gyönyörű 2700 kicsi párhuzzal díszített ruhája, a kaftánja, a hölgynek ugye a gyönyörű pektorája, ami szintén több mint 1 kilós, itt a királynak ugye a 1,5 kilós nyakperec a nyakában, itt az elő mutatott akinakész, természetesen a lószerszám, itt már csak 14 ló volt a sírva, tehát ez a Zásán egyel szemben, még 200 lóval szemben, hát szerényen, de nyilván itt nem a lovak száma számít, bár annak is megvolt nyilván a jelentősége, nem tudjuk igazából, hogy mi volt, élevább is nem tudtak kideríteni, de ezt képzeljék el, és ugye nézzék meg, hogy az oroszok tényleg, vagy a németek, bocsánat, ugye, németek tényleg hát precíz munkát végeztek az orosz segítséggel, mert nagyon ügyeltek rá, hogy ennél szerb európai típusú nőt nem lehetett volna találni, ami harcot ide rekordzáltak. Ezt nem harcból csinálták, ezt a koponya roncsai alapján csinálták. A férfi néha azért is mutatják ebben a helyzetben, fél hátulról, mert ugye nagyon súlyosan rongálódott egy valami állat szétrobbantotta a koponyát, és a férfi koponyának pont az arcrésze, az orrgyök a legfontosabb, az orrgyök, és itt a felső állapotos rész az állapotra hullott. Tehát menjünk tovább, és tehát ez volt a rekonstrukció, és itt akkor még mutatok be egy másik helyet, ez már egy kicsit odébb van, ez kérem szépen a kazak területre esik, ez Berel, tehát ez is egy ilyen kövekből rakott halomsír, ez az úgynevezett Berel 11-es sír, ez volt az a sír, ahol személyesen én is megjelenhettem, Szamasev barátom meghívására. Menjünk tovább, és ez itt is ugyanez, ez lényegesen kisebb, mint az Ázsán 2-es és az Ázsán 1-es urgánból, de ugyanazzal a szeleteli módszerrel történik a feltárása, és ennek a hatalmas kőrakás maga az elhordás után jött elő, menjünk tovább a sír, amely sajnos kirabolt volt, tehát itt is ugye deszkából készült boronaház típusú hát sírba, sírépítménybe helyezték be az úgynevezett enybarom, vagy egy csónak fának nevezzük, egy törzsből kifaragott koporsóba helyezték el. Itt is érdekes, egy férfi, de ezek nem házastársak, hanem a DNS-ben mindent elvégeztek itt is a németek és az oroszok, hanem a nővére, tehát a nőtestvérével fekült, mindjárt látjuk a következő képet, kérem itt a rekonstrukció, tehát itt fekszik a férfiú, teljes itt a ruhába, mellett ezek már nem fejedelmi személyek, de előkelő személyek, és kérem szépen, ez érdekes módon a testvére, a kor szerint a húga, mert 30-32 év körülbelül határozták meg, a férfi 40-42 éves körülbelül határozták meg. Itt is különös, hogy egy sírba, egy koporsóban nyugszanak. Ami itt a rendkívüli volt, az volt, hogy a sírház mellett két rétegben 13 ló volt eltemetve, teljesen gyönyörűen felszámolva, alul 6 és fölül ugye, a 7 ló, és ezek közül az első 2, mint tetszett látni, ugyanúgy, ahogy bazilik van, mongoliai bazilik van, ahol a lovakra, a baziliki híres 5-ös kurgánban szarvas maszkot húztak, tehát a lóból csodaszarvas csináltak,
Itt pedig megyünk a következő képre, itt pedig utána kérdezték be, mint tetszeg látni, a két első ló, a többit nem, hegyi kecskévé formálták, mert még egy képpel megmutatják, íme így nézhetett ki, ezt a szamasevét csinálták, ezt a rekonstrukciót. Tehát amikor élt a lovacska, akkor így volt ugye a sörénye feltupírozva, farka befogva, a szkiták még nem használták az oldalteszkás híres későbbi hunnyerget, ők párna nyerget használtak még, mint tesznek látni, egyszerre lószőrrel kitöntik a ilyen kis párna szerint, rádották a lóra, inkább csak a díszítés kedvéért, a tudomásunk ismerték, szerint a kengyelt se ismerték, mint ahogy tetszett látni, nincsen kengyel, viszont itt van a maszk, a hatalmas hegyi kecske szarvakkal, amelynek a mitikus mitológia jelentése, aki csak egy picit is tájékozott a mitológia és az állat szimbolika világában számára elégséges. Menjünk még tovább, azt hiszem, hogy van és hogy elképzeljük ugye azt az élő személyt is, aki lehetett ugye ez a vereli hölgy, az annak mutatom meg ezt, ebből a képből túl a leolopi hölgyön, és a túl a, ugye azon a szkinta sapkán, aminek itt is látjuk, azért került ez ide ugye az átrás kurgán alapján a szarvas ki a sapkának a végére. És még egy körülmény, hogy azzal a tétvittel is ugye leszámolni, le kell számolnunk, hogy ezek ilyen kis keleti tarpán lovacskák voltak, ezek 152 cm marmagasságú paripák. Tessék megnézni, ezek, hogy úgy mai szóval arab smének, mind az Ársán kultúrában, tehát hamis az a képzet, hogy ugye a keleti népek ugye későbbiekben természetesen nagyon sokat változott a lóállomány is, főleg a mongolkor időszakára, de ezek a legkezdeti, legrégebbi, tehát az eredeti szkíta művészet kialakításának korában a klasszikus, úgynevezett fergánai típusú, magas marmagasságú, 152-158 cm marmagasságú paripák, amelyeken tulajdonképpen ugye ezekben a viseletekben pompázva alakították ki azt a kultúrát, amely onnan keletről a klímaváltozások következtében elindult, jutott el a Kaukázus vidékére, a Fekete-tenger vidékére, az ukrán Csernozont-Cseppe vidékére, majd a Kárpát-medencébe, egy olyan egységes kultúrát teremtve, amennyi feltehető, nem igazolható tulajdonképpen, de feltehető, hogy az itt lakó sokféle nép egyike, a mi őseim kellett legyenek, ez azt is jelenti, hogy feltevésem szerint a magyar nyelv, amely feltétlenül sok ezer éves múltra tekint vissza, sőt, jogos azt hiszem azt mondani, hogy több tízezer éves múltra tekint vissza, is az egyik uralkodó, úgynevezett közlekedő nyelv kellett legyen, az én kutatói feltevésem szerint, amely egyedüli magyarázata lehet annak, hogy ez a nyelv, mind a mai napig megmaradt, mind a mai napig tulajdonképpen épségben töretlenül megmaradt, még ha pusztítottak is sokat rajta, és el kell végre vetnünk, és el kell hagynunk szinte örökre, azt mondhatnám, hogy örök időkre azt a balgatag és bágyat teóriát, hogy a magyar nyelv egy szigetnyelv, amely ide-oda hánykolódó őseink néhány tucatja által valami csoda folytán megmenekedett a pusztulástól, mert ilyen a világtörténetben soha nem volt, és soha nem lesz, nem fordult elő. Tehát feltétlenül jogosultsága van egy ilyen feltevésnek, hogy ebből mennyit tudunk majd, illetve hát az utódaink, főleg bebizonyítani korszerű, a legkorszerű módszerekkel, az kérdéses, de az nem kérdéses, amit a példa is mutatja, hogy a tudomány igenis előre halad, a remény megvan, és ha ez éltet bennünket, akkor nem volt felesleges, hogy ide eljön.